Győzi, az RTL-el egyeztetél erről? Fogsz még való világot vezetni így, hogy most ennyire elkezdtél politizálni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát én még jelenleg is az RTL Klub oszlopos tagja vagyok, remélem, hát lehet, hogy kirúgtak, nem tudom, még nem közölték. Én 99 óta az RTL Klub oszlopos tagja vagyok, hogy ők hogy gondoljak, nem tudom. A való világ 10 éven keresztül az én kis műsorom volt, láttam már kirakva a bulvárcsoportban, hogy már ki vagyok rúgva, de még hivatalosan nem jelezték, hogy ki vagyok rúgva. Ha valaki azért, hogy én végigmentem a békemeneten, és Orbán Viktor elveit képviselem, és ezért kirúg a csatorna, hát akkor így jártam, nem baj. És attól nem félsz, hogy a közönséged majdnem felét elveszítheted így akár? Nagyon jó a kérdés, fantasztikus. Amikor elmentem a békemenetre, volt 127 ezer követő, és jelenleg... Én is közte vagyok, megkeresem. Igen, közte bizony. Jó. És ma reggel, ahogy rakom ki a posztokot, mondom pontosan, azt mondja, hogy remélem elértük a 200 ezret, mondom már is, azt mondja, hogy ez jó kérdés, mert mindenki azt gondolta, hogy elveszítettem a követőt, azt mondja, menjünk be a profilba, elemzésbe menjünk be. 8. Elemzés. 199.521 van. Még szimpatikusabb lett? Még szimpatikusabb lettem, amikor elindultam a békemenetem, volt 128 ezer, jelenleg 199.521 követőm van. Közvetlen környezete mit szólt ehhez? Hát apukám, mindenki tudja, hogy apukám kőkemény fideszes. A Bea az azt mondta, hogy Győző, hallgass a szívedre. És szavaz. És a Bea, ő ebben nem akar belefolyni, mert ő egy séfasszony, mindenki tudja, hogy neki a főzés az élete, de azért már többször elmondta azért tévében is, meg riportban is, hogy egyszer, hogyha főzhetne a két kedvencének, Szijjártó miniszterelnök úrnak, vagy Orbán miniszterelnök úrnak, az egy nagy dolog lenne, de én nagyon-nagyon jól érzem magam. Támadtak engem azért, mert most jöttem ki az ARTOS-osztályról, igen, pánikbeteg vagyok, igen, kórházba voltam, és támadtak azért, hogy volt olyan újság, aki azért azt írta le, hogy én azért mentem végig a békemenetem, mert kijöttem az ARTOS-osztályról. Igen, csak én nem hülye vagyok, nem bolond vagyok, pánikbeteg vagyok. Pánikbeteg vagyok, és... ennyi. De tényleg olyan cikkeket olvastam magamról, hogy úristen. Hát a kedvencem, amit még el szeretnék mondani, hogy holnapi nap folyamán a bírósághoz fogunk fordulni, mert nyílt levelet kaptam, és ott azt írja az úriember a nyílt levélben, hogy vertem a gyerekeimet a Győzike Show-ba, kihasználtam a gyerekeimet, és én akarok okos lenni. Egy nyílt levelet kaptam, és olyan nyílt levelet írt ki a Facebook oldalára, amire mi nem reagáltunk direkt. Holnapi nap folyamán a bíróságon megtesszük a feljelentést, mert mindent lehet mondani. De azt, hogy én a gyerekeket nem szeretem, meg nekem a család nem fontos, mert nekem van két lányom, van egy gyönyörű feleségem, meg van két vőjelöltem, és mindig hat emberi imádkozok esténként, hogy drága Istenem, ezt a hat embert védd meg és óvd meg. Ma pedig azért imádkoztam 11 óra 30-kor a templomba, Salgótarjánba, hogy Istenem, segíts meg a magyar népet. Tehát akkor Osváth Zsolti egyetlen állításával sem értesz egyet? A nézők nézték ezt a műsort 9 éven keresztül. Az, hogy én elváltam a feleségemtől, meg bohóckodtam meg hangoskodtam, de egyszer nem vertem meg a gyerekeimet, a gyerekeim nem mentek el lopni, mint hogy ő állítja, hogy a gyerekeimet elküldtem, hogy az olyan felvétel volt a televízióban, hogy a Virág meg az Evelin. Nem, ilyet nem lehet leírni. Ilyet nem lehet leírni. Én senkit nem bántok azért, hogy ki hova tartozik, mindenkinek szíve ügye. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy 2021. január 7-től itt lehetek.